Kárpátalja legnagyobb magyar falujában járunk, pontosabban a Nagydobronyi Erdei Iskola és Kutatóbázis területén, ahol a Beregszászi Főiskola 32 elsőéves hallgatója minden kreativitását bevetve épp egy feladaton dolgozik. 3 év kihagyás után a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata és a Kölcsey Ferenc Szakkollégium Hallgatói Önkormányzata ismét lehetőséget biztosított az új diákoknak arra, hogy átéljék az igazi gólyalétet. A gólyatáborok legfontosabb célja, hogy az első évesek minél hamarabb beilleszkedjenek és megismerjék egymást. A korábbi hagyományokhoz ragaszkodva ennek a tábornak is volt egy témája. Amikor megálmodtuk a csapatainkkal azt az ötletet, hogy mi már pedig szeretnénk gólyatábort, akkor azon gondolkodtunk, hogy melyik az a sorozat, ami most igazán nagyot ment, és amit mi is nagyon szeretnénk, mert mi, amiben részt vettünk, az például a nagy pénzrablás tematikájú volt ez az egész. És akkor jutottunk ki arra, hogy igazából teljesen jó lenne, hogyha mi viszont a Sárkányok házát használnánk fel alapnak. A csapatok annyira belejöttek a zászlókészítésbe, hogy közben nem csupán a textilt, de egymás arcát is sikeresen kifestették. Ez a mostani program inkább egy ilyen összehangoló program akar lenni. Most éppen zászlót készítünk, látszik is a nyomok rajta most éppen. Élmények terén viszont én azt gondolom, hogy rengeteg sok élménnyel fogunk bővülni a mai nap során, és még a következő 2 nap után is. A tábor lényege, hogy a diákok jól érezzék magukat, és tudatosuljon bennük az, hogy jó helyre kerültek. Nagyon régóta vártam, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskolára járjak, és ez az első program, amit úgy gondoltam, hogy na, itt részt kell vennem. Adott egy lehetőség, hogy részt vehetünk a gólyatáborba, jelentkeztünk, és jelenleg itt vagyunk egy hosszú hétvégén Nagydobronyba, ahol megnézhettük a nevezetességeket, különböző csoportos játékokon vehetünk részt, most is éppen egy csapat zászlót kell lerajzolnunk. A hallgatói önkormányzat vezetői szeretnék továbbadni azt az érzést, amit egykor ők is átéltek a gólyatáborban. Olyan hagyományként szeretnék fenntartani, amit minden elsős nagyon vár majd. Nagyon fontos volt nekünk, hogy ezt úgy adjuk át a gyerekeknek, hogy közben élvezzék, mert nekünk is anno 3 évvel ezelőtt, amikor elmúlt az izomláz és a fáradtság remek élmény volt, és azt az évfolyamot, akikkel ott ezt a hétvégét együtt töltöttük, azokat név szerint pontosan mindenkit ismerünk. A Diák Szövetség tagjai a főiskolára visszatérve munkához is láttak, hiszen már a következő programjukat szervezik, ami egy szüreti bál lesz. Ebből is látszik, hogy az újonnan megalakult hallgatói önkormányzatokban tetrekész, talpra esett fiatalok vannak. Egy főiskola életében kiemelten fontos, hogy legyen hallgatói önkormányzata, amely egyrészt képviselni tudja a hallgatók jogait, másrészt az általuk szervezett programok színesítik a főiskolai életet. Ezen túlmenően segítik a diákokat abban, hogy könnyebben beilleszkedjenek a felsőoktatás világába, támogató közösséget teremtve a tanulmányokkal kapcsolatos nehézségek leküzdésében, baráti kapcsolatok építésében és az új környezethez való alkalmazkodásban. Nagyon érdekes programokat is szerveznek, mint például most volt a gólyatábor, ahol nagyon élménydús eseményekkel teli, nagyon sok program és nagyon sok emberekkel is meg lehetett ismerkedni, és ők nagyon sokat segítenek a beilleszkedésben, például nekem is, és így minden hallgató úgy gondolom, hogy könnyebben magára talál ebben az intézményben. Amikor egy főiskola vezetősége elismerően nyilatkozik a hallgatói önkormányzatról, az általában a kölcsönös tiszteleten és együttműködésen alapuló kapcsolatot tükrözi. A Beregszászi Főiskola vezetői és oktatói számára a hallgatói önkormányzat fontos híd a diákok és a tanintézmény között. Hogyha van egy olyan csapat, amely maga is akar valamit tenni a hallgatók érdekében, akkor azokkal sokkal könnyebb megtalálni azt a hangot, azt a közös nevezőt, amely alapján az intézmény előrefelé megy. Olyannyira komolyan veszik a hallgatók véleményét például az akkreditációnál, hogy az akkreditációs értékelő bizottságok külön velük is készítenek interjúkat. Tehát ezért is érdekünk az, hogy a hallgatói önkormányzattal a munkánk, a viszonyunk, az pozitív, kedvező legyen. Éppen ezért meg is teszünk mindent annak érdekében, hogy ez a viszony jó legyen, és támogassuk őket, amiben csak lehet. Ha ilyen tenni akaró, talpra esett fiatal generáció nevelkedik ezen a határon túli vidéken, akkor biztosak lehetünk abban is, hogy vár még szép jövő Kárpátaljára.